Nekem az utcai futóversenyekhez fűződő viszonyom mondhatni rendkívül felületes és szurkolói szintű. Úgyhogy gyakorlatilag én gyerekkorom óta nem vettem részt igazi utcai futóversenyben, és ez nem igaz, mert nagyjából 10 évvel ezelőtt a Speciális Olimpia Szövetség által szervezett egyik siófoki maratonnak a jótékonysági futamában futottam utoljára. Mindenféle más mozgásformát űzök, de a futás nem a legnagyobb kedvencem. Viszont most találtam egy olyan ügyet, meg egy olyan szervezetet, aki miatt érdemes, és miután a Vivicsitta most befogad ilyen jótékonysági akciókat, ezért meggyőztem magam, hogy a gyerekek miatt, az oltás miatt, azért, hogy minden gyereknek jusson oltóanyag, most még egyszer megkockáztatom, és kimegyek az utcára futni. Nagyjából egy hónapja, másfél hónapja neveztek ki engem UNICEF nagykövetnek, és az UNICEF csapat úgy döntött, hogy benevez a Vivicsittában azért, hogy minden a világ összes gyermeke jusson oltóanyaghoz, és ezzel előzzünk meg nagyon sok olyan halálesetet, gyerekhalált, amely egy oltással vagy egy szabincseppel megelőzhető lenne. Tehát találtunk egy ügyet, és találtunk magunkban lelkesedést, hogy így csapatostul benevezzünk. Én újrakezdő vagyok, úgyhogy a legrövidebb 800 méteres családi távot fogom bevállalni az öcsémmel. Az a lényeg, hogy ott vagyunk, és az a lényeg, hogy együtt futunk. Az UNICEF irodából majdnem mindenki benevezett ebbe a dologba, úgyhogy 10-12-en biztosan leszünk kék pólósok. Különböző távokon nem mindenki annyira kispályás, mint én. Lefutják, van, aki a félmaratont futja le, valaki 3 kilométert, úgyhogy ott leszünk mindenhol, mi kék pólós UNICEF-esek.